Tehát ha engem megkérdeztek volna, hogy ugye a Krisztáta is kérdezte, hogy mit szerettél volna, én ezt mindig úgy voltam, hogy ó, hát majd 5 év múlva, de a saját anyukám mondta azt, hogy lehet, hogy jobb is, hogy neked soha nem lesz gyereked. Szóval ilyen szinten kaptam, mert érezték bennem ezt a csak de a karrier. De ez nem esett rosszul. Megtudták rám, hogy 5 gyerkőcöm van, és mondták, hogy jaj, ti akkor nagyon szegények lehettek. Mert hogy ugye a nagy család az nagyon nagy szegénységgel jár. Meg hát gondolom, hogy társítanak hozzá egy olyan élethelyzetet, igen, hogy ja, persze, mert azt se tudják, hogy kell védekezni. De azt közeli ismerőstől is megkaptuk, mikor nem is tudom, talán a 4. gyerkőcünk jött, és akkor basszus, nem tudjátok, hogy kell védekezni. Baromi érdekes volt számomra, amit meséltél és írtál, hogy ugye neked 5 császárod igen, volt, mind az 5 babacsászárral született, és hogy mi mentél keresztül ott nőként, anyaként, ahol a legnagyobb biztonságban kellett volna lenned, mit műveltek veled, nem tudom ezt másképpen mondani, igen, ne haragudj. Erről egy picit lehet, hogy itt is hát beszéljünk, ilyen, hogy alakult, mert a stigma és a megbélyegzés, na hát az annak a magas iskolája, amit a szülőágya meg a szülőszobán történt. Igen, hát ez ilyen lelki gyilkolás volt. És konkrétan abban a pár hétben így azt mondták, hogy én itt meghalhatok, ha nem, akkor az a minimum, hogy a végbelemet kivezetik a hasfalamra, mert hogy ott biztos minden össze van nőve, és mindent ki kell vágni, és hogy én milyen felelőtlen vagyok, hogy a gyerekeimet majd anya nélkül hagyom felnőni, hogy ezzel nem foglalkozok. Tehát el sem tudom képzelni, hogy anyagilag a mai világban hogy csináljátok? Tehát hogy csinálják az emberek? Tényleg nem tudom. Szerintem nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy én egyedül talán nem is lennék rá képes. Vagy tényleg úgy, hogy egyik napról a másikra. Nyilván az ember nem arra készül, hogy majd elválik, meg majd gellert kap a házassága, de hát főleg, hogyha megérkeznek a gyerekek, azért láttunk bőven példát arra, hogy hogyan vesz totál más irányt egy jól működő kapcsolat abban a pillanatban, hogy nem csak két ember egységéről van szó. És azért ott nagyon, 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 nagyon meg tudják, bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon meg tudják szívni azok a nők, akiknek a főállása az anyaság, és nincsen saját egzisztenciájuk, mert utána a bíróságon, hogyha oda kerül az ügy, már pedig sokszor oda kerül az ügy, akkor aztán baromi nehéz helyzetük van. Fizetés, egzisztencia és munkahely nélkül, mert eddig csak a gyerekre fókuszáltak. Nekem a munkára szükségem van. Tehát, hogy sokszor az tartja bennem az erőt, az jelenti azt a siker részét. Talán pont azért, mert én nem, hogy mondjam, tehát nem is az, hogy ősanya, de hogy nem egy született anyuka vagyok, akit boldoggá, vagy egészé tesz az, hogy én anya vagyok, és gyereket nevelek. Nekem ez a mai napig nem elég, tehát nekem kell a munka. Krisztá, neked, bocsánat a profán kérdésé, de kisegítés mennyiért? Tehát hogy lehet egyben tartani egy 5-ös fogatot úgy, ezekkel a dilemmákkal, mint amit az Andi mondott?